Rangos nemzetközi meghívásos kötött és szabadfogású birkózó versenyt és gyermekgálát rendeztek Nyíregyházán. A harmadik Nyílsport kupára Szlovákiából, Ukrajnából és Romániából is érkeztek csapatok, míg hazánkból több mint 30 egyesület, köztük a Vasas, az SMTK és a Diósgyőr is eljött. Olimpiai eredményeink alapján abszolút ott vagyunk, mert a negyedik legeredményesebb magyar sportág a birkózás, és külön pénzforrás biztosítottak arra, hogy a sportágunkat fejlesszük, és ennek köszönhetően megnőtt minden szakosztályban a létszám, és ez nagyon örömteli, a jövőt tekintve biztosítva láthatjuk, reményeink szerint biztosítva láthatjuk a jövő utánpótlását és a jövő olimpikanyjait. A viadalon óvistól felnőttig minden korosztály, szinte minden súlycsoportja szerepelt. A házigazda Nyílsport Egyesület a közelmúltban szép sikereket ért el, több nemzetközi versenyről is éremmel tértek haza a birkózók, és a diákolimpián is jól szerepeltek. Hónapról hónapra mondhatom, hogy fejlődik a létszámunk. Egyrészt, másrészt a régiek pedig egyre gyakorlottabbak, egyre rutinosabbak és egyre jobb eredményeket érnek el a versenyeken, olyannyira, hogy az idén már sikerül diákolimpián harmadik helyezét is elérni, ami az első diákolimpiai érme az egyesületünknek. A harmadik helyen végzett a férfi kézilabda NB1B-ben a nyíregyházi KC. A csapatnál a nyári szünetben nagy mozgás várható. Nagy Leventét a Ferencváros szerződteti, de Gubó Alexnek is van ajánlata. A játékos keret mellett a stáb is megváltozhat. Varga Zsolt a jövőben főleg a támogatói kör bővítésével szeretne foglalkozni. Egy picit ilyen háttérbe vonulok, tehát a napi munkából egy nagyobb hangsúlyt fog majd a Grand Jean Gabi, illetve a Bécsi Jani kapni, úgyhogy én pont ezt a támogatói kört szeretném felépíteni, illetve hát talán amivel kellett volna kezdenem, ugye a kislányom most már 21 hónapos, egyre nehezebben tudok eljönni este edzést tartani, úgyhogy vele is szeretnék még többet a családdal, sőt tervezzük a következő babát, úgyhogy ez is közrejátszik, abban, hogy egy picit ilyen egy lépéssel hátrébb lépek. Ugyanakkor, amit mondtam, hogy a támogatói körbővítés az nagyon fontos lenne. Jövőre az első 6-ban kell végeznie a csapatnak, mivel a tervek szerint 2017 őszétől már egy csoportos lesz az NB1B. Mindez nem ígérkezik könnyűnek, mivel az élvonalból kieső csapatok is a keleti csoportba kerülnek.